A jótékonysági futásra sokan jelentkeztek. Volt, aki szakmájából adódóan kötelességének érezte a részvételt. Cukorbeteg gyerekekkel foglalkozok, mint diabetológus. 100-on felüli a létszám, akikkel rendszeresen találkozok, akiket érint ez az állapot. Direkt nem a betegség szót használom, hiszen ezek a gyerekek ugyanúgy élnek, és ugyanúgy vesznek részt a mindennapjainkban, mint egészséges többi társaik. A 3 és 6 kilométeres táv előtt bemelegítettek a résztvevők. Az indulók között többen rendszeres futók, de ezúttal ők sem csak a sport miatt jöttek el. Nagyon régóta életem része a sport, futás, úgyhogy Szegeden is rendszeresen részt veszek mindenféle futórendezvényen, és hát egy ilyen különleges ok, valamilyen karitatív ok az mindig egy plusz indítatás és motiváció, hogy eljöjjek. Az eseményt a Szeged első Lions Club a Proaktív Egészségközponttal közösen hozta létre. A futás lebonyolításában is segítettek. Mivel ez egy anyagcserebetegség, itt is nagyon fontos a mozgás, a testmozgás, ezért is nagyon jó partnerünkre találtunk, illetve együttműködő a Lions Clubbal, hogy ezt a futást is megszervezhettük, és a regisztrációt követően nyilván mindenki a futásra jön. Több mint 100-an vágtak neki a rövidebb és hosszabb távnak Újszegeden a Gergőligetben. Ez volt az első akciója a Szeged első Lions Clubnak, amivel a cukorbetegség megelőzésére akarják felhívni a figyelmet, de további terveik is vannak. Jelenleg egy diabétesz Mikulást szervezünk december elején. Itt a szegedi diabétesz gyermekeknek lesz egy program a Phoenix Alapítvány bevonásával, illetve tervezünk egy szűrővizsgálatot itt Szegeden, de ennek a részleteiről még korai lenne beszélni. A jótékonysági futás nevezési díja egyben adomány is volt. A befolyt összeget a Szeged első Lions Club további programjainak megvalósítására fordítja.